iskolánk meghatározó a mezőgazdasági képzésben, de már nem csak a mezőgazdaságban, hanem az élelmiszeriparban és a rendészet és közszolgálat ágazatban is. Technikumi képzéseinkből ajánljuk a mezőgazdasági technikus képzést, a húsipari technikus képzést és a közszolgálati technikus képzést. A szakképző iskolai képzéseink közül pedig a pék, pékcukrász, gazda és a hentes és húskészítménykészítő szakmákra lehet jelentkezni. Nyomozó szeretnék lenni, vagy katona, ezt még nem döntöttem el, szóval majd kiderül. Szerintem hasznunkra válhat, amiket itt tanulunk a való életbe is, meg fejlesztik az erőnlétet is, önvédelmet is tanulunk, szóval mindenféleképpen hasznos is lehet az életben. Nagyon szeretni valók az oktatók, nagyon kedvesek, türelmesek és nagyon jól megtanítanak mindenre. Szeretem a kézműves dolgokat, ezért erre a szakra jöttem inkább. Azért jöttem ebbe az iskolába, mert a további céljaim, hogy tovább tanuljak az egyetemre, ami itt a Csapóban a technikusi képzés plusz pontot ad ehhez, és abban a szakirányban tudok tovább menni, ami igazán érdekel. Innen a jövőbeli terveim, azok igazából az egyetem, vagy főiskola, ezt még nem tudom, Gödöllőn, és azért maradtam még itt az ötödik évben, mert ez ugye pluszpontot is adott az egyetemre, és szerintem remek alaptudás majd a későbbiekhez. És ha elvégeztem az egyetemet, akkor utána még a családi gazdaságot szeretném tovább vinni. Hogy nagyon innovatívak a tanáraink, mindig keresik a lehetőségeket, hogy a legújabb információkat megszerezhessék azért, hogy át tudják adni a tanulóknak. Diákbarát iskola is vagyunk, a diákjainknak igyekszünk megkeresni azokat a lehetőségeket, amivel nem csak a tanulmányaikat tudjuk segíteni, hanem akár a családi problémákat is, vagy saját személyes problémáikat megoldani. Rengeteg programot szervezünk nekik, szakmai kirándulásokat, kulturális programokat, színházlátogatásokat. Próbáljuk a személyiségüket alakítani, a lehetőségeinket kihasználva. Ezen kívül rengeteg hagyománya van az iskolának. Minden hétre jut valamilyen program ezekből, már nyáron elkezdődik a gólyatáborral, gólyaavatóval. Azoknak a diákoknak, akik szívesen megmérettetik magukat, rengeteg verseny lehetőséget tudunk biztosítani, amikre a kollégák fel is készítik őket. Ezek nem csak szakmai versenyek lehetnek, hanem pénzügyi verseny is, például környezetvédelmi, természetvédelmi versenyek, rajzversenyekre is nevezhetnek a tanulók, vagy nyelvi versenyekre is, és nagyon szép eredményeket érünk el. Minden szakmában büszkélkedhetünk országos eredményekkel, dobogós helyezésekkel. Tanulóink részt vehetnek az Erasmus Plus szakképzési programban. Ez azt jelenti, hogy minden szakmában tanulókat 2, 3, 5, 10 hetes gyakorlatra Németországba és Dániába tudunk küldeni, ahol a szakmai kompetenciáik mellett a nyelvi és a személyes kompetenciáik is fejlődhetnek. És minden szakmában a 9. évfolyamtól a tanulók ösztöndíjat kapnak, illetve a duális partnereknél gyakorlatot teljesítő tanulók pedig munkaszerződéssel munkabérhez juthatnak. Minden érdeklődő tanulót várunk. A mezőgazdaságban elsősorban azokat, akiket érdekel a környezet, érdekel a természet, szeretik az állatokat, a növényeket, elköteleződnek a mezőgazdaság iránt. A rendészet és közszolgálat ágazatba azokat a tanulókat várjuk,
akik szeretnének a közszolgálatban, közigazgatásban dolgozni, irodai munkát tudnak elképzelni maguknak. A rendészeti technikusnak azokat várjuk, akik szeretik a vészhelyzeteket, szeretnek problémás helyzeteket megoldani. Az élelmiszeriparban pedig azokat a tanulókat várjuk, akik szeretnék élelmiszerrel ellátni az embereket, kreatívak egy kicsit, nem riadnak vissza attól, hogy alapanyagból élelmiszert kell előállítani.